A Vajdasági Magyar Szövetség lakossági fórumán a mezőgazdasági termelők helyzetével, problémáival foglalkoztak. Fremond Árpád parlamenti képviselő a kisgazdaságok, az állatállomány, valamint a területalapú támogatást szorgalmazta. Az országos mezőgazdasági politikát jelenleg is a bizonytalanság jellemzi. Sajnos még most sem lehet tudni pontosan, hogy milyen lesz a támogatási rendszer. Most voltak ugye a gazdatiltakozások. El lehet mondani azt, hogy a mezőgazdasági minisztériummal szeretne változtatni a támogatás politikán, és most hozam után szeretné fizetni a támogatásokat. Az én véleményem az, hogy ez nem fog jó lenni, és hogy ez nem egy jó megoldás, hiszen hozamok után tulajdonképpen a kormánynak meg kell nézni azt, hogy nekünk nincsen akkora hozamunk, mint a külföldi országoknak, tehát nem kell elsősorban annyit kifizetnie. Nem lehet tudni, hogy mi lesz az állattenyésztékkel, őket hogyan fogja kifizetni majd a kormány. A harmadik dolog, hogy nem tudjuk pontosan azt meghatározni, hogy tulajdonképpen a felvásárlók kezébe mennyi pénzt fog landolni. Nagyon nagy probléma az, hogy a felvásárlók ugyanúgy, mint 5-6 évvel ezelőtt le fogják engedni az árakat, és ezért tulajdonképpen a prémium az nem a termelő zsebébe fog landolni. A VMS-es politikusok támogatásukról biztosították a gazdákat, és a kedvező alapú juttatások minél nagyobb mértékbeli kihasználására serkentették őket.